az ünneplő gyülekezetet, kedves testvérek! Püspök atya ige hirdetésében, emlékeztetőjében, amelyben a Szent Atyák, a pápák előttünk járt egyházi vezetők buzdítását idézte azt, hallottuk, hogy mindenki a maga módján igyekezzen, hogy Krisztus szolgálatába beállhasson. Hosszú névsorokat hallottunk, mint ma az új szövetségi ige szakaszunkban, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, Lukács evangéliumában. Arról olvashattunk, hogy az Úr Jézus Krisztus családfája hogyan nézett ki. Ebbe a családfába két sarkalatos pont van, az egyik Krisztus, aztán nagyon sok név vissza, és a sorozat végén azt mondja, hogy mindezek pedig az Istené. Nagyon jó így együtt ünnepelni, így fölszentelni a hajlékot, az oltárt, és így együtt lenni ünnepi gyülekezetként. És mert miniszter úr imádságot említett, hadd legyen az én köszöntésem egy imádság a Zsoltárok könyvéből, a 84. Zsoltárból hallottuk már, és közösen énekeltük, énekelték a testvérek a 84. Zsoltárt, hadd olvassak most ebből néhány verset. Mi kedvesek a te hajlékhajtó seregek, ura! Sóvárok, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezik oltáraidnál. Sereget, ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Legyetek boldogok, kedves görög katolikus testvérek, hogy hazaköltözhettetek. Mi boldogok voltunk, hogy egy kicsit együtt is lakhattunk az Úrházában, a mi templomunkban, de azt kívánjuk, hogy itt is, ott is és minden templomban egy valakire figyeljünk, a sarokpontra, aki az alapkő, Krisztus, hogy ne megbotránkozás legyen az életünk, hanem ő rá hagyatkozva mindenkor példaadás. Áldja meg ezt a templomot, az oltárt és az itt folyó szent miséket, és mindenhol az ő népének az életét és munkáját, a mindenható Isten. Paptestvéreknek köszönöm, hogy velünk ünnepeltetek, köszönöm, hogy eljöttetek. Eli atya elődönként külön kérdemelek, köszönést, hogy a nagy messzeségben eljött, hogy ebben a munkában, ebben az ünneplésben itt velünk van, velünk ünnepel. Nagyon köszönöm tehát mindenkinek az itt létet. Azt kérem most, hogy a templomból kivonulva, templom mellett lévő sátrakhoz szessenek szíves lenni mindannyian. Fáradni hiszen mindenkit vendégül látunk. Ott még tudunk beszélgetni, tudunk együtt lenni, tudunk örülni ennek a felújításnak. Bízom benne, hogy mindenki ott lesz ezen a délutánon még velünk. Töltsünk el itt egy jó időt, egy hasznos időt. Köszönöm még egyszer mindenkinek, áldott szép napot kívánok. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Mindenre. A pirományos olajkenet lesz, kérem, hogy tessenek szívesen lenni a testvérek.